Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, lelkipásztor kollégáim nevében is. Mindnyájuknak az Istentől megáldott, békességes karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm, hogy készséget mutattak arra, hogy kövessék a beszélgetésünket. Bízom benne, hogy a tartalma föl fogja kelteni az érdeklődésüket, és talán gondolatokat is elindít. Szeretném itt az elején bemutatni lelkipásztor kollégáimat, akik részt vesznek ebben a beszélgetésben. Kovács László, evangélikus lelkész, Bézki József, belvárosi plébános, és Lados István, a baptista gyülekezetnek a lelkipásztora, én pedig Bán Béla vagyok, református lelkész. Az első kérdés, ahonnan el fogunk indulni, hogy a népszámlálási adatok azt mutatják, sajnos, hogy az egyház a felekezeteknek a jelenléte a társadalomban az egyre inkább szűkül. A kérdésem így hangzik, hogy ebből ti milyen konzekvenciát vontok le? Hallgatom szeretettel a válaszotokat. Talán akkor én megszólalnék elsőként. Van egy idős hívő a közösségünkben, akivel nagyon jókat tudunk vitatkozni. Ő valahogy nagyon pessimistán látja az életet, a világot, a valóságot. Én meg szinte küldetésnek érzem azt, hogy ne hagyjam ebben a pessimizmusban, és mindig próbálom pozitívra hangolni a dolgokat. És sokszor föl is hánytorgatja, nagyon jó nexusban vagyunk, hogy hát hogy én hogy tudok ennyire optimista lenni. Nem tudok mindig optimista lenni, kétségtelen. De valahol azt érzem, hogy ez küldetés is. Nyilván látjuk ezeket a számadatokat világegyházi szinten, és ijesztő az például, hogy Nyugat-Európában mennyi templom kiüresedik, eladják őket, kávéházak lesznek belőle. Nyilván ezek a beszűkülésnek a jelei. Aztán a magyar társadalmunkban most a népszámlálási adatok, ahogy elhangzott. De hát a saját bőrünkön is tapasztalhatjuk ezt a folyamatot. Lehetne elkeseredni, lehetne ezen töprengeni és pessimistává válni. Én mindig azt gondolom, hogy nem feled be az egyetemes egyháznak, a nagy egyháznak, a világegyháznak a problémáit, és nem a valóságot nem tagadva, de hogy alapvetően a helyi közösség, a helyi küldetés az én dolgom. És én itt helyben látok pozitív dolgokat, amik engem örömmel töltenek el, amik talán okot adhatnak arra is, hogy ne legyek elkeseredett, és ne a hiányokat nézzem. Biztos, hogy ehhez kell egyfajta tudatosság is, hogy az embert ne sodorják magukkal ezek a hiányok. És pont az elmúlt 30 esztendőben most már ugye van lehetőségünk arra, hogy a társadalomban megjelenjünk, de nem csak nekünk van lehetőségünk, hívnak is, keresnek is bennünket. Én ezt tudom megélni. Ugye a kommunizmus idején be volt szorítva az egyház négy fal közé, semmi nem lehetett a templomfalakon kívül. És például itt a mi városunkban én megélem ezt, hogy számtalan dologgal azért megkeresnek, kapcsolatot keresnek, amelyek nem kifejezetten közvetlenül a hittel kapcsolatos dolgok, tehát nem teológiáról van szó. Nyilván ezt nem remélheti az ember direktbe a legtöbb esetben. Viszont valahol annak az előszobájában vagyunk, vagy az előszoba előszobájában. Amikor egyszerűen a templom milliója iránt érdeklődnek, amikor eljönnek, hogy beszéljek a templomról, és az mindig alkalom arra is, hogy valami többet mondjon az ember, ne csak mint turistáknak mutassa be a templomot. Vagy ahogyan a katolikus intézmények megjelennek a templomainkban, nem csak az enyémben, a város másik templomában is. Most hallom éppen, hogy hajnali Szentmisén az egyik katolikus iskola, a Szent Balázs iskola tanulói ott voltak, gyakorlatilag az egész iskola, az apró gyerekek is, és a hajnali mise az igen-igen korán van. Tehát, hogy mennyire szépek ezek is. Intézményesen az egész évben igazából a katolikus iskolák keresnek minket, és valamilyen esemény történik az ő részükről is, vagy az ő jelenlétükkel is a templomokban. Sokszor az ő saját ünnepeiket helyszínként a templomokban tartják meg. Én ezeket pozitív jeleknek látom, és egy kicsit a remény jeleinek is a jövőre nézve.
Nyilván a valóságot nem tagadom, valóban van egy csökkenés, egy fogyás, viszont én személy szerint örülök ezeknek az apró dolgoknak is, és azt gondolom, hogy a remény az ott csillog ezekben. Hát egy ilyen népszámlálási adat tükröt tart elénk háromféle értelemben is. Egyrészt tükröt tart nyilván az egyház elé is, és érdemes belenézni ebbe a tükörbe, nevezetesen, hogy azt mondtuk el mindig, ami ránk bízatott, vagy inkább az éppen aktuális várásoknak, elvárásoknak igyekeztünk megfelelni. Tükröt tart a társadalom elé is, amelyből értelemszerűen és érthetően kikoptak bizonyos jó értelemben vett rutinok. Több nemzedék telt el azóta, amikor még szinte kötelező volt templomba járni, hittanra járni. Nem mondom, hogy ez jó volt, egyáltalán félreértés ne essék, de a tény az tény, hogy hozzátartozott egyfajta társadalmi rutinhoz is az egyházzal és az egyház tanításával való általában tágabb vagy messzebbről való, de mégiscsak kapcsolattartás. És tükröt tart ez a népszámlálási adat a társadalom és az egyház kapcsolata felé is. Azért azt láthatjuk, hogy a rossz hírnek mindig nagyobb az értéke, nagyobb az ereje és a hatótávolsága. Azok az emberségünkből fakadó rossz dolgok, amelyeket az egyházzal kapcsolatban időnként fölkap a média, sokkal messzebb hat és nagyobbat szól, mint a jó hírek, amelyek ugyanúgy hozzátartoznak a mindenkori egyház működéséhez és életéhez. Ugyanakkor azért azt se felejtsük el, hogy az egyház, a keresztény egyház lélekszáma soha nem öltött nagy méreteket egy társadalmon belül. Jézus maga is beszélt a só és a kovász szerepünkről, mind a kettőből kevés kell, ám de nélkülözhetetlen, egy tésztában, akár egy karácsonyi beigliben is. És azért arra is figyelnünk kell, hogy ahogy Binszki atya is mondta, nem tesszük jól, hogyha pánikba esünk, de jó tesszük, hogyha tükörbe tekintünk. Nehogy úgy járjunk, mint a Hófehérke mesében a boszorkány, amikor beletekintett a tükörbe, és azért, mert nem a legszebbnek mutatta őt, hát összetörte a tükröt. A tükörnek megvan a szerepe, Isten tartja elénk, de nem mindig visszapillantó tükörbe nézve menjünk előre, tanuljunk belőle, és ami ránk vonatkozik, azokat a következtetéseket igyekezzünk megkeresni és levonni. Köszönöm. István? Hát én egy kicsit más oldalról közelítem meg ezt a kérdést. Én engem annyira nem érdekel, ha lehet ilyet mondani, hogy a társadalomban mennyien vallják különböző felekezetűnek magukat. Engem inkább az érdekelne, hogy a maga a gyülekezetek, templomokban vajon a maga a hitvalló, akik tényleg azt mondják, hogy szeretik Jézust, és eljárnak akár misére, akár istentiszteletekre. Nem tudom, hogy ott van-e változás, mert én nekem az a gyanúm, hogy nincs változás, hogy sőt, lehet, hogy még többen járhatnak bizonyos emberek templomba, itt Magyarországról beszélek, nem világviszonylatban. Nem gondolnám, hogy egy milyen megrekedés lenne, ahogyan én tudok a bajai viszonylatokról. Nálunk is inkább többen járnak, mint amúgy járnának. Inkább ez az egész népszámlálás számomra az, hogy a vallások elfogadottságáról beszélünk, hogy akik elmondták, hogy milyen felekezetűek, hogy azok előálltak-e, elmondták-e. És akik most nem tartják már magukat, akár katolikusnak, reformátusnak, evangélikusnak, baptistáknak, ha bár nálunk inkább az a tragédia, inkább stagnálunk, nem kevesebben lettünk úgy, hanem stagnálunk, de hogy én azt gondolom, hogy a cél elsősorban az, hogy a hitvalló emberek, akik meggyőződéses keresztjének és járnak a templomainkba, imaházainkba, hogy azok mint egy mustármag kihajtsanak, és aztán a helyünkre állunk, akkor én azt gondolom, hogy lesz ennek egyfajta pozitív gyümölcse.
Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy amikor a kormányzat legalábbis megfigyelésem szerint keresztény barátnak lehet mondani, ha lehet ilyet mondani, akkor van egyfajta kontraproduktív hatása ennek. Szóval azt mondják az emberek, hogy csak azért sem. Benne van ez is. De még sok mindent tudnék mondani, de számunkra szerintem a hitvalló keresztény réteg változását kellene megnézni, hogy a gyülekezeteink meg kevesebben járnak, vagy nem. Hogy akik rendszeresen ott vannak, mert hogyha ott csökkenés van, akkor az baj. Ha ott növekedés van, akkor tudomásul kell venni, hogy ez csak egy szondája a népérzületnek. Én így gondolkodok el. Köszönöm. Én is köszönöm. Arra utalnék vissza, amit elhangzott a Kovács László kollégánk szájából, hogy ez egyfajta tükör. És az a jó, hogyha abba belenézünk, és nem elhárítunk dolgokat, hanem abból tényleg megpróbálunk bizonyos konzekvenciákat levonni. Én nem vonom kétségbe azt, hogy a mai magyar társadalomban a kultúrkereszténység, és akkor a politikai kereszténységről nem beszélek, de a kultúrkereszténység jelen van, és ennek egyik azért mégis meghatározója az egyházaknak, mondjuk az oktatásban végzett munkája és szolgálata. Azzal kapcsolatban bizonyára föl lehet tenni kérdéseket, hogy ez mennyire eredményes. Hogy tudnélik, ahhoz képest, hogy mennyien járnak vagy kerülnek kapcsolatba, mennyien járnak egy felekezeti iskolába, és a szülőkön keresztül mennyien kerülnek kapcsolatba, és abból ténylegesen mondjuk mennyien épülnek be egy konkrét gyülekezetbe, ezzel kapcsolatban már a hatékonysággal kapcsolatban azt hiszem, hogy vannak kérdések, meg vannak problémák. De az, hogy valamit közvetítünk, akár mondjuk kulturális szinten, ezt én el tudom fogadni, és én azt mondom, hogy ennek bizonyos helye van. Én lehet, hogy egy kicsit önkritikusabban a dolgot úgy látom, hogy azért vannak hitelesség problémáink. Ezek közül egyet az István megpendített. Tehát az együttműködés az egyház és az állammal az rendben van, de akkor, amikor esetleg ilyen szatellit képződménnyé válik az egyház, ez valószínűleg, hogy azért akár bent is, meg kint is fölvet kérdéseket. A hitelességi problémák közé tartozik az, ami szerintem, és itt visszautalok akár az evangéliumi korra, Jézus Krisztus korára, amikor megjelenik az álszentség. Maga az Úr Jézus Krisztus mondja az övéinek, a farizeusokról, hogy azzal nincs probléma, amit mondanak, csak az, amit tesznek. És ez nem hiszem, hogy csak akkor és ott volt igaz és érvényes, hanem én úgy gondolom, hogy ránk is. Tehát mindenféleképpen, és ez nem, talán nem is kifelé tartozik, de belül, belső körökben én azt gondolom, hogy nem ártana. Persze elsősorban mindenkinek, minden felekezetnek a saját házatáján egy kicsit körülnézni, és átgondolni dolgokat ezzel kapcsolatban. Ezzel együtt, ahogy az apostol mondja, a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten kegyelme a Szentlélek erejéből kiárat erre a világra, még ránk is. A második kérdésem egy kicsit következik ebből, és erre már azért részben itt történtek utalások, hogy konkrétan ebben a helyzetben, amiben vagyunk, és amiben benne élünk, akár ebben a városban, ebben a mikrotársadalomban, mit gondoltak, hogy mi a legfontosabb hangsúly, amit képviselnünk kell? Ha hitelességről beszélünk, meg kereszténységről beszélünk, akkor a Krisztussal való kapcsolatból adódóan az evangéliumot. És azt gondolom, hogy ezáltal tudunk hatással lenni. Az evangéliumból fakadnak a szociális érzékenységeink is, az, hogy segítünk a rászorulóknak. Az evangéliumból adódik az is, hogy nevelni, tanítani akarjuk az embereket, és az iskolával kapcsolatos társadalmi szerepvállalások is benne vannak. Az evangéliumból fakad, hogy az időseket se felejtjük el, és akkor a szociális, mármint hogy a nyugdíjas otthonokkal kapcsolatosan is, meg a... Én azt gondolom, hogy,
hogy a fókusz az, hogyha Krisztusra fókuszálunk, és ebbe állunk bele, akkor én azt gondolom, hogy helyén vagyunk. Nem tudok más mondani. Én érzek egy ilyen személyes küldetést, mert van előttem egy ilyen rémkép, ami sajnos meg régi világban talán többször megtörtént, de ma is bizonyos helyeken jellemző. Az igehirdetések, prédikáció kapcsán, hogy ugye ez egy ilyen jó katolikus szokás, de ezt most kicsit ironikusan mondom, hogy ugye a lelkipásztor jó leteremti a híveket, hogy miért vagyunk kevesen, stb., de azoknak mondja, akik ott vannak egyébként, tehát azok nem hallják, akik nincsenek ott, vagy hogy mert milyen rosszak a dolgok, és akkor valami negatívumról beszél, és akkor így elképzelem azokat a hívőket, akik eljönnek a templomba, egész héten húzzák az igát, ugye az életnek a terheit, eljön, hogy végre ott letegye a terheit, és még ott is jó ledorongolják, és akkor ezzel megy haza, tehát akkor most mit vitt haza tulajdonképpen? Tehát én azt élem meg személyes küldetésemnek, hogy próbáljam fölfelé emelni őket. Tehát, hogy ne olyat mondjak, ami még jobban lehúzza, amúgy is lehúzott állapotukból még jobban lehúzza őket, hanem valami fölfelé emelje őket. Ugyanúgy elmondom, mint az előbb is, hogy tehát ez nem a valóság tagadása a részemről, de nem hiszem, hogy az hiányzik nekik. Tudják ők, hogy mennyi rossz van a világban, hogy még én is akkor ezt megsófoljam, vagy esetleg katalogizáljam a rosszakat a világban, és arról beszéljek, hanem hogy valami, ami erősíti, ami fölemeli, és azt mondja, hogy na, akkor megint elindulok a következő héten. Tehát én ezt egy ilyen személyes küldetésnek élem meg, de én bízom benne, hogy ez evangélium küldetés, és valóban azt teszi az ember, amikor erősíteni próbálja az embereket. A közösségek építése itt helyben, én azt gondolom, nagyon fontos az utóbbi időben, Istennek legyen hála, a Covid után talán először valami jó dolgok történnek körülöttem, és ezt most olyan élményszerűen élem meg. Természetesen ez hullámzik. Tehát az nem garancia, hogy most éppen jobb fázist élünk meg, hogy a következő fél évben is így lesz. Valahol attól is óvakodnék, hogy a mi eredményességünknek az értékmérői az evilági társadalom értékmérőivel azonosak legyenek. Tehát jó, mi is ismerünk statisztikákat, de nem lehet ez a mércénk. Mi is ismerünk mindenféle olyan mutatókat, amelyeket a világ, a társadalom ismer, de hogy valahol azért ez egy kegyelmi történet is. Nem pusztán olyan, mint egy egyesület vagy alapítvány, amely évvégén összegzi a dolgokat, megállapítja, hogy hányal többen vagyunk, hányal kevesebben vagyunk, mennyi pénz folyt be, mennyivel kevesebb jött be, hanem valahol ez az egész hitbeli történet valahol az égben gyökerezik, és én hiszek a kegyelmi rendben, hogy itt sokkal többről van szó. Úgyhogy óvatosan bánnék azokkal a mutatókkal, még ha negatívak is, amelyek most evilági szemmel nagyon negatívak, de természetesen az is biztos, hogy nem ülhet kényelmesen otthon az ember, monopól helyzetbe, és hogy úgy mondjam, gyenge vagy nem igazán oda módon megvalósuló dolgokkal ringassa magát, tehát biztos, hogy az embernek, én is így élem meg, hogy igenis kell valamit a hitemben, amit a Jóisten ad, és amire képessé tesz nyújtanom az emberek felé is, mint lelkipásztornak. Béla, a kérdésed egy konkrét dologra vonatkozott. Na most ez az egy konkrét dolog, ez most négy szólamú, mint egy korál. Ebben biztos vagyok, mert az előttem szólók is lényegében ugyanarról beszéltek, amit én ehhez a magam szólamaként hozzá szeretnék tenni, az igényesség. Tehát azt, amit az istentiszteleteken, a szentmiséken végzünk, hogy mi magunk jelen legyünk abban, ami történik, ledaráljuk, ne csak túl legyünk rajta, hanem tényleg a legjobb tudásunk, lelkünk szerint igényesen végezzük a szolgálatunkat, azért, mert ez egyfajta biztonságérzetet ad azoknak, akik ott vannak. És nagyon nagy szükségük van az embereknek manapság a biztonságra, egy ilyen bizonytalan világban, és ez a biztonság nyilván túlmutat a helyi közösségnek a befogadó környezetén, túlmutat
arra, hogy azért az egyház, és itt az előző körre is kicsit visszautalva, mi az egyház részeként és maga az egyház 2000 éve úton vagyunk, és hogyha bármelyik éppen aktuális kor rendszerének, királyságának, köztársaságának sorolhatjuk, vezetése és társadalma úgy látja, hogy szívesen mellénk szegődik bizonyos konkrét helyzetekben, kérdésekben, örömmel fogadjuk, örömmel látjuk, menjünk együtt, amíg az Úristen együtt haladni enged minket, de azért, ami utunk 2000 éve tart, és még eltart egy darabig, addig, amíg a világ a jelenlegi teremtettségi formájában meg lesz. Tehát ennek a biztonságával és igényességével élhetünk, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert érződik, hogyha mi magunk komolyan veszük a hivatásunkat, küldetésünket, és ez átmegy. Ahogy egy tanárnál is átmegy, hogy már csak ledarálja az órát, mert éppen nem tud más csinálni, vagy tényleg benne van abban a tárgyban, szívvel, lélekkel, mindannyian ismerünk ilyen tanárokat, jó szívvel emlékezünk rájuk, és talán a mondani valójuknál is többet jelentett az ő személyük, személyiségük. Számomra advent fontossá vált az a paradox hangsúly, hogy tudnélik, hogy a társadalomnak mennyire van szüksége az egyházra, az egy kérdéses dolog, az egy politikai kérdés. De hogy az Úr Jézus Krisztusnak szüksége van az övéi közösségre, akik képviselik őt ebben a világban, az egy egészen biztos és fontos hangsúly és tény. És a mi minősítésünket, meg a mi méltóságunkat elsősorban ez adja meg. Jézus Krisztus képviselete. És ebből a szempontból eltelt 2000 esztendő, de lényegileg megítélésem szerint ez a legfontosabb dolog, hogy az Úr Jézus Krisztus képviseljük ebben a világban. Én úgy gondolom és úgy tartom, hogy ez leginkább valami olyas valamit jelent, hogy kikerülhetetlenül valamiféle kontrasztot hozunk ennek a világnak a valóságával kapcsolatban. Ha ez nincs meg, ha igazodunk, idomulunk ehhez a világhoz, akkor a létjogosultságunk elvész. De ha a krisztusiság az Isten ígéje és lelke által ott van a közösségeinkben, ott van a szolgálatainkban, akkor kikerülhetetlenül, akaratlanul is egyfajta kontrasztot jelentünk azzal szembe, ami ebben a világban történik és zajlik. Én azt gondolom, hogy a küldetésünk, és ebben egyetértek, ez elhangzott picit más hangszerelésben, de ugyanazt mondjuk, hogy jellé legyünk ebbe a világba. Lehet, hogy létszámában most kevesebben, adja Isten, hogy ebben is legyen hullámzás, de hogy jellé legyünk, és hogy az Úr Jézust képviseljük. Ebből következik a harmadik befejező kérdésem, hogy így személyre szólóan meg lehet-e fogalmazni, hogy mi az, amit a legfontosabbnak gondoltok, amit képviselni kívántok a szentbeszédben, igehirdetésben, prédikációban, az ünnepben. Én maradnék a karácsony éjszakai angyali szózatnál. Dicsőség a mennyben az Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embernek. Ugye a második felével is kezdhetem, bár az első adja meg az alapját. Ugye egy békétlen világban élünk. És ez alatt most érthetem a konkrét háborúkat is, amik zajlanak sajnos. De azokra is gondolok, ahol szintén pattanásig feszült helyzet van a világban, éppen még nincs háború, de bármikor lehetne. Azt gondolom, számtalan ilyen gócpont van. Aztán gondolok a társadalmi békétlenségekre, hiszen a társadalmunk tele van békétlenségekkel, egymásnak feszülésekkel, úgy az egész nyugati civilizációban, lehet, hogy az egész globuszt említhetném, de a nyugati társadalmak mindenképpen tele vannak feszültséggel, és akkor a hazánkat is említhetem, ami egy régi, most már igen régi probléma, ez az egymásnak feszülés, hogy végtelenül szükségünk van arra a békességre, amit Jézus Krisztus hoz el erre a világra és erre a földre nekünk. És ez pusztán emberből nem lehetséges. Tehát én ezt hiszem és vallom, hogy bár sokan
talán úgy gondolják, hogy ez puszta emberi erőből, majd az emberiség ezt ki fogja termelni magából, hogy megszületik az áldott béke, vagy létrejön. Tehát ezért az alapját ennek mindenképpen az adja meg, hogy dicsőség mennyben az Istennek. Hogyha tudom, hogy a jó Isten ott van fölöttem az égben, és az életünkhöz ő adja a viszonyítási pontot, a mércét, amihez mérhetjük azt, hogy helyesen cselekszünk-e, vagy éppen tévúton járunk, hogyha ezt a biztos pontot látjuk magunk előtt, akkor valósulhat meg a mondat második fele is, hogy békesség a földön a jó akaratú embernek. Én kívánom mindenkinek kicsiben és nagyban, társadalmi szinten, de a kis közösségekben és a családban is, hogy ez a fajta béke jelenjen meg, amit egyedül Jézus Krisztus hozott el, és tud elhozni nekünk most is a földre és közénk. Hát a karácsonyi eseménynek, Jézus születésének van egy történeti oldala, vonulata, és ha valaki figyelmesen elolvassa az evangéliumot, látja, hogy egyáltalán nem romantikus történet. Sok gonddal, bajjal, nehézséggel, eleve már, amikor Jézus megtudja, hogy József megtudja, hogy Mária az ő jegyese gyermeket vár, aztán, hogy a várandós kismama, mindenórás kismama kb. Egy Szeged-Bajányi távolságot kénytelen elmenni Betlehembe, mert ott kellett megszületni a gyermeknek. Sorolhatnánk ennek a történetnek az egyáltalán nem romantikus vonásait, de azért, hogyha a kérdés soron végighaladok, akkor oda lyukadok ki, hogy miért történt ez az egész. És igazán számomra ebben az idei karácsony során az a nagyon mély és engem megérintő gondolat, hogy már ez a kérdés nem jó, hogy miért. Egy betűt kell csak kicserélni, vagy legalábbis érdemes, kiért történt. Tehát, hogy értem. Tehát ott és akkor, és ez nem egy szent önzés, vagy álszent önzés, pont rám gondolt az Isten. Ő megteheti, mert ő nem olyan, mint mi emberek, hogy egyszerre csak egy valakire tud teljes mértékig koncentrálni. Isten nem csak nagyban és közösségekben gondolkodik, hanem éppen az adott ember, az adott én vagyok számára a legfontosabb. Értem tette ezt. Ez az egész értem történt. Mert ennyire fontos vagyok neki. Mert ennyire szeret. És ez az, amit, mivel engem is ez érintett meg ezen a immár sokadik karácsonyomon, ezt igyekszem tőle kapott erővel, remélem fantáziával átadni majd a gyülekezetnek. Immanuel, velünk az Isten, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyrészt közel van az Úr a megtört szívéhez, közel van az Úr azokhoz, akik keresik őt, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy azzal, hogy eljött a Krisztus, és most már nem kis Jézus, hanem feltámadott győztes Úr. Ezt gyakorlatilag minden egyes igehirdetésem és minden egyes ünnepem valahogy arról szól, hogy lehet ezzel a Krisztussal közösségbe kerülni, és velünk az Isten, közel van az Isten, forduljunk hozzá, kérjük meg, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy, mert ő mondta, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja hangom és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, lehet közösségbe lenni. Hát kérjük meg az Úr Jézust, hogy jöjjön a szívünkbe. Itt utaltatok a Lukács írása szerinti karácsonyi történetre, a Máté szerinti leírásra, én akkor a Jánosit hozom ide, és abból azt a hangsúlyt, amit szeretnék majd az ünnepben is közvetíteni, hogy alapvetően a döntő dolgok azok mindig az Úristentől indulnak el, és karácsonykor az én számomra ez lesz talán a legfontosabb üzenet, hogy az Isten közöttünk akar lakni. Hogy az Isten az ő fiában eljön, ő nem nélkülünk. Ez mindig a mi viszonyulásunk az Isten nélkül való boldogulásnak a lehetősége vagy esetősége. Az Isten velünk szeretne lenni. Immanuel, velünk van az Isten, és velünk szeretne maradni. Ami nagyon nagy biztatást jelent mostanában a kelleténél, talán többször álltam meg koporsó mellett, az a hitbeli bizonyosságunk, hogy ő nem csak a földi életünkben, hanem azután is egészen az örökké valóságig. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a gondolatokat, és
Nektek is nagyon sok erőt, Isten áldását kívánom a karácsonyi ünnepekhez és a szolgálatokhoz. És a kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet.